Révész János a Borsodabói Zemplén megyei központi kórház főigazgatója van itt a vonalban, pontosabban interneten keresztül beszélgetünk. Jó reggelt kívánok, igazgató úr! Jó reggelt kívánok! Az elmúlt időszakban ugye nagyon sok minden változott, nem csak itt a megyei kórház, hanem az ország számos hasonló intézményének a működésében a koronavírus világjárvány miatt. Volt az elmúlt hetekben egy kiterjeszkedő tendencia az ellátást, illetően egyre több intézményt vontak be a koronás betegek ápolásába, ellátásába. Ez nyilván érintette a miskolci székhelyű megyei kórházat is, viszont a legfrissebb hírek és információk szerint hétfőtől, december 7-től a megyei kórházat illetően az ellátása a koronás megbetegedésben szenvedőknek a Semmelweis tagkórházban folytatódik. Mi ennek az oka? Egy kicsit fellélegezhetünk, kevesebb a vírusos, elszállítják a kevésbé súlyos eseteket, csökken a szám. Hogyan látják, mi a helyzet most itt Miskolcon és környékén? Ha megengedi, akkor először a felvetésnek az első részére szeretnénk reagálni. A második hullámnak az első részében a járványügyi védekezés struktúrája úgy nézett ki, hogy kijelölt járványügyi kórházak voltak, és ezek a kórházak először első vonalban, a nagy intézmények, mint amilyen például a mi intézményünk volt, majd ennek terülődését követően második vonalbeli, majd harmadik vonalbeli ellátóhelyek léptek be a betegeknek az ellátásában. Ebben történt egy változtatás, ugye a minisztérium úgy döntött, hogy annak érdekében, hogy kapacitások bővebben álljanak rendelkezésre, a kijelöléseket megszüntette, és valamennyi betegellátó intézménynek az ágystruktúra 40%-át el kellett különítenie COVID-ellátásnak a céljából. Ugye ez a mi számunkra ez egy nagyon nagy megkönnyebbülést jelentett, hiszen november 8-9-e környékén az ágyaink elérték a 95%-os kihasználtságot. Ezt követően azért azt kell, hogy mondjam, hogy a kórházra jutó terhelés az némileg csökkent. Tehát a jelenlegi helyzet az az, hogy minden aktív fekvőbetegellátó intézménynek az ágyszám 40%-át el kell különíteni a COVID-ellátás céljából. Ez a mi kórházunk esetében megközelítőleg 1300 ágyat tesz ki. Ugye a járványügyi védekezés következő nagyon fontos lépése az az volt, hogy a kormány bizonyos szigorító intézkedéseket vezetett be, aminek a célja az volt, hogy a járványnak a terjedését próbáljuk meg lassítani. Ez megközelítőleg 2 hete történt. Azt látjuk, hogy ennek az eredménye azért a számokban immáron jelentkezik. A járványgörbe kezd ellapulni, és a naponta jelentkező megbetegedéseknek a száma csökken. Ez Borsod megyére is valamelyest igaz. Ugye azt látjuk, hogy Borsod megyében a megbetegedések száma valamivel meghaladja a 14 ezret. Ezzel együtt azonban a kórházra eső terhelés az jelentős mértékben csökkent az elmúlt 10 napban, de különösen az elmúlt 5 napban. Ez teszi lehetővé azt, hogy a koronavírus megbetegedésben szenvedők ellátását a Semmelweis tagkórházra centralizáljuk. Ez nem jelenti azt természetesen, hogy a Szent Ferenc tagkórház, illetve a megyei tagkórháznak a telephelye ne állna a rendelkezésre. Az ágyakat továbbra is fenntartjuk, a személyzetet továbbra is delegáljuk, az illető területeken, telephelyeken, fogyóeszközök, gépek, műszerek, berendezések változatlanul rendelkezésre állnak. A kérdés az az, hogy akkor mégis miért lépjük ezt meg. Ennek alapvetően több oka van. Az egyik, hogy sokkal egyszerűbb egy járványügyi helyzetben a betegeket egy telephelyen ellátni, mint két telephelyet üzemeltetni erre a célra. Gondoljunk itt ilyen egyszerű dolgokra, mint az étkeztetés, a textíliával történő ellátás, a takarítás, vagy például sterilezés, amely járványügyi helyzetben teljesen más kautélák mellett történik, mint normál helyzetben. Tehát üzemeltetési szempontból egészen egyszerűen egy könnyebbséget jelent. A másik nagyon fontos kérdés, hogy ugye a dolgozókat is át tudjuk csoportosítani a Semmelweis tagkórháznak a területére. Az elmúlt 3 hónapban a dolgozók nagyon jelentős terhelésnek voltak kitéve, és éppen ezért szeretnénk a szabadságokat és bizonyos esetekben az elmaradt szabadnapokat is kiadni a számukra. Ezt a folyamatot január elejéig szeretnénk lezárni. Ugye a karácsony és a szilveszter közelettével azért a találkozások száma családon belül, családon kívül vélhetően növekedni fog. Ezért nem tudom kizárni annak a lehetőségét, hogy az ünnepek leteltével januárban egy harmadik hullám nem indul be a koronavírus járványban, amely várhatóan szintén nagyon jelentős terhelést jelentene a kórháznak a számára. Említette az ágyszámot, ezt az 1300-as összrendelkezésre álló számot a jelenlegi szabályok szerint, és a kihasználtságot, telítettséget, erről korábban is beszéltünk. Esetleg tudunk arról mondani most adatot, hogy ez a bizonyos telítettség vagy kihasználtság a koronavírusos megbetegedések ellátása szempontjából most körülbelül hogy áll, vagy hol állhat?
Jelen pillanatban a kihasználtság megközelítő 50%-os, de hangsúlyozni szeretném, hogy a korábbi ellátórendszer időszakban volt olyan időpont, amikor az ágyak 95%-os kihasználtságban működtek, tehát egyértelműen észlelhető az, hogy a kórháznak az igénybevétele, a kórháznak a terheltsége azért csökken. Értem, olvasható a közleményben az is, hogy a Szent Ferenc Tagkórházban karbantartási munkákat végeznek majd. Ez a vírussal összefüggő terv, vagy ettől teljesen független egyébként? Ugye is minden kórház rész üzemeltetésében van egy éves karbantartás, egy éves felülvizsgálat, amelyet igyekszünk minden évben ütemezetten elvégezni. A másik pedig azt tudni kell, hogy a Semmelweis Tagkórház alapvetően egy rehabilitációs intézmény. Ezt ugye alkalmassá kellett tennünk arra, hogy aktív betegellátást végezzen. Nyilvánvalóan ez egy fokozott terhelést jelentett az ott található gépészeti egységekre, magára az épületre is, bizonyos átalakításokat kellett végeznünk. Ennek megfelelően ezeknek a felülvizsgálatát fogjuk majd elvégezni. Külön kiemelten az oxigén ellátásnak a bővítésére vonatkozó intézkedéseket, amelyeket részben tovább szeretnénk bővíteni, részben bizonyos biztonsági ellenőrzéseket szeretnénk elvégezni. Értem. Az elmúlt időszakban szintén sok szó esett arról, hogy ugye itt a járványhelyzet miatt ugye katonák segítenek az egészségügyi intézményekben, valamint egészségügyi személyzetet is átirányítottak itt a Borsodabohus Zemplén megyei központi kórház esetében is. Erről mit tudunk elmondani? Hány katona segít most önöknek? Mit csinálnak pontosan? És ugyanez a kérdés igaz az egészségügyi átirányított dolgozókra is, erről is érdeklődnénk. Ugye az egészségügyi dolgozóknak az átirányítására abban a periódusban került sor, amikor a kórház a terhelhetőségének a határára került, és ennek megfelelően külső személyzeti segítségre volt szükségünk. Most jelen pillanatban azon az állásponton vagyok, hogy abban gondolkodom, hogy valósuljon meg a legjobb lehetőség, de természetesen a legrosszabb opcióra készülünk majd föl. Ugye azt kell néznünk, hogy milyen kockázataink vannak. A megyében két nagyon jelentős kockázat van. Az egyik az idős otthonban ápolt betegek, hiszen hogyha egyetlen egy idős otthonban is kitör egy zárt körű járvány, akkor itt több tíz vagy több száz beteget kell fölvenni órákon belül. Tehát a személyzetre mindenféleképpen szükségünk lesz, amíg nem látjuk azt, hogy a járványügyi helyzet egyértelműen stabilizálódik és a bőrben leszálló állapotba kerül, addig a személyzetet mind a külső erőforrások tekintetében, mind a belső erőforrások tekintetében fent kívánjuk tartani. Ugye a katonák. A katonák elsősorban nem az egészségügyi ellátórendszer és nem a beteg ellátás területén segítik a mi munkánkat. Például az épületekbe történő beléptetésben, például a logisztikai bázisnak a működtetésben, például a kórházüzemeltetési feladatok ellátásában segítik a kórháznak a működését. Összesen 91 katona van, aki jelen pillanatban a kórházban szolgálatot teljesít, és azt kell, hogy mondjam, hogy az együttműködés rendkívül harmonikus, csak jó tapasztalatokról tudok beszámolni. Az átirányított dolgozókra visszatérve, ők hányan vannak most jelenleg, akik korábban más tagintézményekben dolgoztak, de a helyzet úgy kívánta, hogy most mozgatni kellett őket? 41 olyan dolgozónk van, akik más intézményből veszünk igénybe. Értem. Szó volt egy diszpécser szolgálatról, és erről mi is többször hírt adtunk. Ugye a koronás ápoltaknak a hozzátartozóit próbálják informálni kicsit egyszerűbben, mert ugye a helyzet nagyon sok szempontból nagyon megbonyolódott. Ez a diszpécser szolgálat, ezzel mi a helyzet? Bevált, ugye, ha azt ki is terjesztették több tagintézményre is, hát ez most nyilván akkor visszaszűkül, hogyha ugye kevesebb helyen lesz az ellátás. Mi a helyzet ezzel? Működik, jól működik, lesz-e változás ebben? Ugye az első két része szeretném mondani, mi volt a fő problémánk. Ugye az egyik problémánk az az volt, hogy értelemszerűen a betegek iránti érdeklődés az rendkívül intenzív volt, hiszen számos beteg került be hozzánk, adott esetben 100 kilométeres távolságon túlról is, tehát a hozzátartozók értelemszerűen aggódtak a betegekért, a távolságból és a látogatási tilalomból adódóan személyesen érdeklődni nem tudtak. Ugyanakkor viszont ezt a nagy nyomást kielégíteni a hagyományos módon nem tudtuk, hiszen az orvosok egész nap védőfelszerelésben beöltözve tevékenykednek, tehát arra, hogy ők folyamatosan telefonhívásra válaszoljanak, nem volt lehetőségünk. Ugye ezért hoztunk létre egy diszpécser szolgálatot, ami azt jelenti, hogy a beteg felvételekor a beteg megnevez egy kontakt személyt, akivel később a kapcsolatot tartjuk, ez vélhetően valamilyen hozzátartozó, ennek fölveszük azonosító adatait. Ha ez az illető kontaktszemély betelefonál és a betegről érdeklődik, mi az ő érdeklődését rögzítjük, ez délután a diszpécserek összegzik, majd az egyes betegellátó egységekbe feljutatják, és az ott dolgozó orvos kollégák visszahívják ezeket az érdeklődő hozzátartozókat.
Most az nagyon fontos tudni, hogy ezeket a hívásokat hívásszám alapján mi regisztráljuk, és visszahívás alapján is regisztráljuk. Olyan, hogy valakit nem hívunk vissza, nem fordulhat elő. Tehát ezt napi szinten ellenőrizzük, és ezekről az ellenőrző jelentéseket én magam kapom meg minden reggel 9 órakor. Ugye azt kell látnom, hogy a visszahívások azok relatíve sikeresek, tehát egy nap körül 200 olyan hívásunk van, amely kimenő hívás, nagyjából 1-2 százalék az, ahol a visszahívott partner nem fogadja a hívásunkat. Olyan, hogy beérkező hívás kapcsán nem reagál az intézmény, és nem hívjuk vissza a hozzátartozót, ez elképzelhetetlen, tehát ezt megkövetelem, hogy minden nap, minden hívásra reagálni kell az intézménynek. Értem. Járó betegellátás szempontjából a jelenlegi helyzet jelent, vagy jelenthet-e változást, vagy az a szituáció, az az állapot, amit az átszervezésekkel elértek, ez tarthat úgy is, így a járóbeteg ellátás szempontjából ez így most jó, vagy esetleg számítani kell majd ebbe valamilyen változásra most itt az ünnepek tájéken? Én azt gondolom, hogy járóbeteg ellátás tekintetében egy stabil helyzet alakult ki. A lakossággal az együttműködés úgy érzem, hogy jó. Amit változatlanul kérni szeretnénk, aki úgy érzi, hogy kórházba szeretne indulni, az elsőként mindenféleképpen a háziorvosával konzultáljon, győződjön meg arról, hogy neki valóban kórházi ellátásra van szüksége. Amennyiben igen, akkor kérjük, hogy a kórház honlapján nézze meg, hogy a rendelés fizikailag hol található, mi a rendelésnek a rendelési ideje, és milyen telefonszámon tudja kontaktust fölvenni a személyzettel, annak érdekében, hogy egy bizonyos idősávban tudjuk őt fogadni. Ugye ezen a területen is ellenőrzéseket végzünk, két területen. Egyrészt a telefonszámoknak a működése. Ezt minden áldott nap 8 órában teszteljük. Tehát szeretném azt garantálni, hogy minden betegnek a számára ezek a telefonszámok nyitottak és elérhetőségek legyenek. Nem tagadom, vannak hibák. Körülbelül a hívások a saját teszthívásainknak megközelítőleg 3%-a az, amelyet nem fogad az intézmény. Minden megteszünk annak érdekében, hogy ezt a hibahatárt is elnézést, tehát ezt a hibahatárt is lehetőség szerint nullára szorítsuk le. A másik terület, amelyet folyamatosan figyelünk, az, hogy mind a személyzet, mind pedig a betegek a kontaktus során a járványügyi óvintézkedéseket mennyire tartják be, a személyzet részéről a védőeszközöknek az alkalmazása, a betegeknek a részéről pedig a kézfertőtlenítés, a maszkviselés, a várakozásnak a rendje, illetve az időpontra történő érkeztetés az, amit ellenőrzünk. Alapvetően azt látom, hogy a tapasztalatok kifejezetten jók, tehát az intézmény ellátási rendje és a lakosságnak az igényei és a lakosságnak a hozzáállása az elmúlt hetekben összecsiszolódott. Én azt gondolom, hogy erre az ellátási rendre még be kell rendezkednünk, hogy mennyi időre, azt nem tudom megmondani, február elejéig egészen biztosan. Igen, egy kicsit ez lett volna a következő, és egyben utolsó záró kérdésem és főigazgató úrhoz. Nyilván tartják a kapcsolatot ön is, ugye a többi kollégával, a többi megyei kórház vezetőjével, az egészségügyért is felelős tárcával, hogy körülbelül mit látnak most, vagy mire lehet számítani rövid távon. Ugye nagyon sok mindenki kíváncsi arra, hogy mi lesz, mi a helyzet, mi lesz a korlátozásokkal, egészségügyi szervezési szempontból mire készülnek. Most december közepét írjuk lassacskán, mi várhat ránk a év végén, jövő év elején, bocsánat. Ugye én reálisan azt gondolom, hogy az egészségügyi ellátórendszernek a helyzete jelen pillanatban stabil. Tehát ebben a régióban a koronavírus ellátás tekintetében mind a személyzeti állapotok, mind az infrastruktúra, mind a fogyóeszközöknek a tekintetében rendezett viszonyok vannak. Tehát minden igényt, amely felmerül, azt gondolom, hogy szakmailag korrekt módon ki tudunk elégíteni. Vonatkozik ez természetesen a nem COVID ellátásra is. Most, hogy mi lesz a jövőben, ez rendkívül nehéz megmondani. Hogy az ünnepek után például januárban elindul-e egy harmadik hullám, vagy nem indul el, ez részben függ majd attól, hogy a kormányzat milyen intézkedéseket hoz, részben függ attól, hogy a lakosság a különböző kereteket, amelyeket a kormányzat szab, azt valójában mennyire fogja majd betartani. Ugye a járványügyi veszélyhelyzet február 9-éig kiterjesztett jelen pillanatban. Én azt gondolom, hogy február 9-éig a jelenlegihez képest érdemi változás nem várható, sem a COVID ellátórendszerben, sem pedig az egészségügyi ellátás egyéb területein. Egyébként, hogyha önt kérdeznék meg, akár itt a jövőben esetleg milyen tanácsot, vagy milyen ötletet tudna mondani itt a kollégáknak, ha esetleg valaki elkapja ezt az adást, és mondjuk még valamit nem döntött el a saját intézményében. Nyilván vannak eltérések intézmény és intézményen belül, de egyébként ön mondjuk milyen intézkedést látna szívesen egyébként, ha egyáltalán van még ilyen, amit nem hoztak meg pluszban egyáltalán? Nézze, azt kell, hogy mondjam, hogy a járványügyi intézkedések, amelyek az egészségügyi ellátórendszer szervezését érintik, ezek meglehetősen egyértelműek, véleményem szerint jók és meglehetősen célszerűek.
Azt kell mondjam, hogy maga az ellátórendszer ehhez ennél többet hozzátenni nem tud. Ugye a kormányzati intézkedések, amelyek körülbelül 2 héttel ezelőtt születtek, láthatóan meghozzák az eredményt, tehát a járványgörbe kezd ellapulni. A kérdés az az, hogy az egészségügy, illetve a gazdaság egyensúlyában hova helyeződik majd a hangsúly, hogy ezeknek az intézkedéseknek a tartós fenntartásával meg tudjuk-e őrizni a gazdaságnak a működőképességét, és ugyanakkor azt az állapotot, hogy az egészségügyi ellátórendszer jelen pillanatban a terhelésnek eleget tud tenni. Ugye érdekes kérdés lesz majd az, hogy az ünnepeknek az időtartamára a kormányzat bevezete könnyítéseket, vagy pedig a jelenlegi állapotot tartja fönn. Ettől függ minden, ettől függ az, hogy januárban a járványügyben hogyan fog majd alakulni, és hogy a mi terhelésünk is hogyan növekszik majd, vagy hogyan csökken majd ennek a függvényében. És hát ugye azt látjuk, hogy a védőoltások tekintetében ugye jó helyzetben vagyunk, hiszen az Egyesült Királyságban már a vakcináció megkezdődött. Én bízom abban, hogy tavasszal az Európai Unión belül szélesebb körben is elindul majd a vakcináció, és ennek megfelelően Magyarországon is valamikor a tavasz végén vagy a nyár elején már nagy tömegben tudunk oltásokat végezni. No, hát meglátjuk, hogy remélhetőleg így lesz majd, addig is pedig mindenféleképpen, amit nem lehet elégszer hangsúlyozni, távolságtartás, kézfertőtlenítés és maszk használat. Révész Jánosnak pedig köszönöm szépen, hogy a rendelkezésünkre állt. Én is köszönöm szépen a lehetőséget.